Sziasztok srácok! Confessions volt. Angyalok még nem, Sands. Saints. Saints, Saints. Beszéltem róla ugye, hogy a sorozat része. Helions, Saints, Martyrs és Confessions. Üh, itt az angyalok lesz a téma, ha már első ránézésre nem úgy tűnik. Minden esetre ők lesznek most a, a témák, ö, téma, és kíváncsi vagyok, hogy vajon lesz-e olyan jó, mint a Helios csomag. Mondjuk ki! Na hát nézzük akkor a Saints, saints az angyalok csomagját. Azt hettem észre, milyen különleges itt, ugye, mint, hát alul nyílik, mint ahogy a sorozat többi, többi része. Azt mondja, fólia megszabadulás, pok. Fuck. Na, nézzük a dobozt. Uh, itt nem tudom, hogy mennyire jön ki, de uh, ugye egy uh, nagyon világos kék uh, dobozról van szó. Itt a kamerán valószínűleg ez nem látszik, inkább ilyen fehéresnek tűnik. Minden esetre azt láthatjátok, hogy egy ilyen olajág, vagy olíva ág, igen, ez egy olíva, olíva ág, uh, van rajta. Az oldalán The Patron of Hopeless Case mi? Cases, igen. Illetve, end of things almost despaired of. Ez a mondat első része valószínűleg. Uh, Madison logó, hátul egy szentel. És hát alul ugye az illusionist dolog. Na nézzük, kibontva. Ó, mint egy ilyen uh, hát irány, iránytű dolog. És akkor, ho, 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 ho. Szenc. ezt addig félre egy kicsit. Na, hát itt már is nem is tudom, melyik oldaláról kezdjük a, az egésznek, szerintem inkább erről, mert ez van egy ilyen double backerünk, ez már le is lőttük a point, de nézzük meg először a hátlap dizájnt, hogy hogy néz ki. Nagyon szép, nagyon szép. Nem tudom, így a angyal motivumokat, azt ti is felfedezhetitek benne, hogyha látjátok, ugye ott a trombitáló angyal motivumok, nagyon szépen vannak megrajzolva ezek a kártyák egyébként, tehát iszonyatos, hogy meg vannak rajzolva, a szó pozitív értelmében. Legyezőben, hát ez semmi extra. Helions, Helions, nem árulok el nagy titkot, Helions. Na nézzük magát a kártyát. Never a wake again, Na, ezt mindenki magának hogyha akarjátok, elolvashatjátok. Ismerős ugye a kézforma a kéz. Uh, Medizonnak így mondhatni a keze nagy körmökkel. Úgy látszik ez a, két, ez a kettő jokerünk. Ez a két joker. Itt is elolvashatjátok a szöveget. A két joker. Na most a. Ez nagyon-nagyon nagyon helionszra hajaz. Annyit elárulhatok, hogy ez a fekete nem olyan erős fekete, tehát inkább van benne egy ilyen kis zöldes szürkés ö, árnyalat. Minden, mindenki nézzétek, kapott egy, kapott egy, glóriát. A kis 9-es a trükkös. Ó, milyen jó pofán néz ki. Legalább valamennyire meg lehet különböztetni a pirosat a feketétől, mert ez ilyen türkiszes, tehát ilyen szépen meg lett hagyva, tehát ilyen üreges, hát üreges, ilyen fehér belül, illetve türkiszes a kárójel. Ugye? Itt rajzolatban a megszokott, itt is van egy kis Treff 9 Tehát ez a megszokott trefkirály, trevdáma, trevbubi, szokásosak. Itt telibe fekete, itt van az ászunk, és SFR, napszemek nélkül, napszemüvegbe. <laughs> és a kör természetesen ugyanúgy üres, ami viszonylag ö, könnyen ö, felismerhetővé teszi a kártyát. Tehát tök jó, mert lehet, lehet vele trükközni, hogyha arról van szó. És logikusan a körászon van az angyal. Tehát ugye volt a, volt a Heliosnál ugye a káró volt, itt a körász, és akkor így megyünk végig. Hát itt tök jó, mert itt az angyal szárnyak tényleg olyan, mint egy szívet formáznának, Light, light, needs dark. Ez mennyire igaz? Saints need sinners. Ez is mennyire igaz? Ja. Tele van bölcselettel ez a pakli. És akkor még van egy double is. Na, tök jó. Két uh, geflap, tehát a double backer meg ez a Double Facer Nevezhetnénk így is Na, hát egy kicsit így a kezelhetőség az ugye megszokott, tehát tényleg a, a Hellions erről sokat nem is kell ö, ö, mondanom tehát ez, ez, a, ez a megszokott, de egy nagyon-nagyon szép csomag egyébként ö, így kézbe véve így az első, első tehát ez a, ez a nagyon visszafogott türkiszkékes kékes ö, szín ö, olyan hidegé teszi a csomagot, tehát olyan, mintha itt is ugye ez a kis rendvető, nagyon kis türkiszes, olyan, mintha nem tudok rá jobb szót mondani, mintha ilyen jégből lenne az egész, olyan, olyan, olyan üres, olyan hideg, de mégis valamiért így, így, így az embert megfogja, és, és, és érződik a, az ellentét ugye így a, a, a vöröses helionsz után, amiből ez a, ez a, pokolbéli színek, meg minden, és akkor ugye az angyali, tehát ezek tényleg ilyen angyali színek, tehát a, a színválasztás, az meg kell mondjam, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát nagyon jól sikerült. Várjátok, megkeressük a, ó, itt is van, az ázt akartam megkeresni. Na, srácok, ez volt a Saint Sense, Hogyha tetszett, akkor nyugodtan dobjatok egy lájkot like így a videóra. Írjátok meg ti is így a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszett a csomag, és találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!